Budapesten, egy Baján és egy Zalaegerszegen működik. És Zalában is van még egy becsehelyen, amit a Nagykanizsai Amatőr Csillagász Egyesület, a NAE működtet. És hát tulajdonképpen ezen kívül van még 15-16 darab, tehát mondhatom, hogy majdnem a miénk az ötöde Magyarországon működő és folyamatosan adatokat szolgáltató ilyen kameráknak, amelyek adatai olyan szempontból találkoznak, hogy bekerülnek egy európai adatbázisba, amiből akár kutatási szándékkal is meríthetnek nagy számú észlelési adatot. Most ami ebből érdekes, hát az egyik az, hogy sokkal objektívebb, mint egy vizuális meteor észlelés, mert a csillagos égbolthoz viszonyítva, tehát pontosan ismeri, hogy a meteor milyen égi, erről a helyről nézve milyen égi koordinátán tűnt fel és hunyt ki. És ha ugyanez a meteor, már pedig előfordul nem is egyszer, hogy egy éjszaka alatt a négy kameránkból mondjuk kettő ugyanazt a meteort látja, nyilván más szögbe és más csillagászati háttér előtt. Ezekből, és hát időnként kiegészítve az egyéb magyarországi kameráknak az adataival, térbeli pályaszámításokat lehet végezni. Oly pontossággal, hogy akár néhány száz méteres körzetben meghatározható, hogy hol csapódott be egy esetlegesen akkora vagy olyan pályán érkező meteorit, amely ezáltal csillagászati naprendszer vagy naprendszeren kívüli anyagmintához juttathatja a tudót. Ráadásul szimultán, tehát mi annyit láttunk csak, hogy felfényesedik egy pont, látványosan fényessé vált, de nem mozgott a képernyőn. És ezt egy másik, a bajai meteor kamera lefényképezte, azon pedig mozogni látszott ugyanezt, tehát gyakorlatilag egy felénk repülő. Pontosan errefelé repülő. Mekkora mákod van, hogy nem ért el idáig? Hát elég nagy mákon van. Bár ezek azért érdekesen mozognak, mert gyakorlatilag amikor már nem világít, tehát amelyik földet ér, az nem világít a pályáján végig. Mert közben annyira lelassul, hogy az, ami a fényjelenséget okozza, az a fénygerjesztő sebesség már nincs meg a légkörnek egy alsóbb, sűrűbb rétegébe, és hát ez a szakasz már nem biztos, hogy egyenes. Magyarul, hogyha a fénylő pályáját éppen felénk mutatónak mutatták a kamerák, ettől még nem biztos, hogy ide esett volna le.